deepest known cave in Hungary today is the Miner's Cave, which opens on the Buk Plateau. Watch. Peter Adamko Jr., member of an infamous caver family, is just descending into the first shaft. Come on, the grip there. Okay. His mate, photographer Gergely Ambrus, is a mathematician at the Rényi Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Perhaps this is why he enjoys mixing measurable light values with caverns measureless to man. Moving around in caves can be difficult enough. Taking photos only makes things more complicated. Jó néz ki. Ott van az a megosztás, de le tudsz menni. Én kikötöm magam ide az Y-hoz. Az elvet is ide tudjuk rakni, és akkor alulra még leviszünk egy vakut. With cave photography, careful planning is a must. But, influenced by the harsh surroundings, technology can still surprise you. No matter how careful your preparations have been. Remélem, nem a gép. Állatos lennék meglepődve. As in this part of the cave, there's absolutely no natural light. Pictures can only be taken with artificial lighting. Fortunately, nowadays, there are flashlights with remote control to aid the work of photographers. But placing them in the desired places is not always an easy task. At present, the Miner's Cave is 275 meters deep. But the deepest known caves in the world go down deeper than 2,000 meters. The best known may be the Krubera-Voronya Cave in the Caucasus, which is 2,196 meters deep. Igazából először a Petinek volt az ötlete az, hogy jöjjünk el a Voronyába. És hát már egy éve pedzegettük ezt, több mint egy éve, hogy akkor talán egyszer majd el kéne menni. És akkor adta magát az ötlet, hogy akkor vágjunk bele a fotózásba. Mert igazából 2004 óta már ez a világ legmélyebb alagja, de még sosem csináltak róla rendes fényképeket. És mi azért valamennyire kvalitunk hozzá, úgyhogy akkor adta magát, hogy akkor szervezünk egy olyan projektet, hogy akkor egy fotós expedíció, egy fotós túra le a végpontra, és akkor mutassuk meg a valamennyire így a barlangászoknak is, meg a nagy közönségnek is, hogy mi van itt. And so they did. Gergő and his friends started organizing the expedition. Several other Hungarian cavers joined the quest named Inverse Everest. Kettő darab 1400-as. Attila Jager, currently living in England, became the inventory and logistics manager of the team. For a month-long expedition, a lot of equipment is needed. The boys tinker a bit with the gear they got from sponsors to make it perfect. Na, fúrhatjuk. Jó, hanyas fúrószám? A 3,5-es az jó meg. Preparations are underway in the garden of the research station built on the top of the most spectacular place in Budapest, the József-hegyi cave. Mounting the new lights on the helmets proves an endless task. Things seem almost hopeless when Attila Tote, the fourth member of the expedition, arrives. The caver, renowned for his explorations in the area, skips packing. He's too experienced for that, he says. Being capable of fixing a light on a helmet does not mean you're sufficiently prepared. The trip also requires great physical endurance. Az ilyen expedíciós körülményekre igazából csak úgy tudsz fölkészülni, hogy már volt egy pár expedíció.
Szóval azt nem lehet úgy, hogy akkor beesel a Deák térre, hogy akkor én most jöttem a Csirics cuccban barlangászni, hanem azt hosszú évek alatt már az ember tudja, hogy mit viszel le a bivakba, ott mi fog történni, hogyha valami gond van, az hogyan oldod meg, stb. Úgyhogy ez az, igazából ez a felkészülés ez egy ilyen kettős dolog, hogy egyrészt ez a hosszú távú rákészülés a dolgokra, másrészt meg az, hogy akkor tényleg elmenni, heti többször futni, barlangozni, kötelezni, stb. The aim of the expedition is to reach the deepest point of the Voronya cave that can be accessed without diving equipment, the Game Over Chamber, at a depth of 2,080 meters. For this, the boys have to spend more than a week in the cave, most of the time soaked in water of only 2 degrees centigrade. On top of all that, because of the photo shooting, they have to take with them twice as much equipment as an average caver. All this requires the top fitness of the participants. Fortunately, the hills around Budapest offer excellent possibilities for training. But how does someone who's living in one of the world's biggest metropolises prepare if his work doesn't allow him to leave the city every day? Londonban maradtak a vicces dolgok, például a Wimbledoni rugby klubnak a füves pályán edzettem, szigorúan sötétedés után, mikor már nincsenek emberek, felvettem az overallom, kimentem a két ólomruddal, és akkor ilyen 6-700 métereket kúsztam, rakosgattam az ólomrudakat, mint hogyha barlangba kúsznék, másznék. In Budapest, it's easier to prepare for such an adventure, simply because no other capital city on earth has so many caves beneath it. Hungary's longest cave system, the more than 30 kilometers long Pálvölgyi cave, has been serving as a playground for Budapest cavers for decades. So it's no accident that before setting out on the expedition, it's right here that the team holds a press conference. In spite of the familiar surroundings, the boys seem a bit stressed. They've learned only recently that the Georgian-Abkhazian border on the way to the cave has been closed, and nobody is allowed to cross. Akkor egy pár szóban beszélnék az expedícióról. A Krubera-Voronya barlangrendszer Abkháziában található a Kaukázus nyugati peremvidékén, az Arabika masszívum alatt húzódik, és 2197 méter mélyre ér le, ezzel a föld legmélyebb barlangja, az egyetlen barlang, ami 2000 méternél mélyebb. És a vállalkozásunk célja az az, hogy profi fotófelvételeket készítsünk, és a barlangot bemutassuk a nagy közönség számára. Jelen pillanatban a grúz határ, amit mi tervezünk használni, az le van zárva, úgyhogy most még bizonytalan a kijutásunk, hogy pontosan hogy is fog történni. De az biztos, hogy jövő héten, hát hogyha minden jól megy, akkor kedden vagy szerdán már Abkháziában fogunk lenni, és ott is maradunk egészen augusztus végéig. Despite the unsettled situation, the boys are optimistic. If a border can be closed any time, it can also be reopened any time. On the day of departure, Attila Tóth is getting ready in the office of the Cave Rescue Service. It seems there are a few things that shouldn't have been left to the last minute. Fortunately, relief arrives, so now there are enough hands to help the squeezing. Gyere, 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 gyere.
They just about managed to squeeze the equipment into the packages. The only question is whether the fully packed bags will fit under the weight limit. Everything seems to be all right. They won on the home ground, but soon they will have to face much greater challenges. The members of the Inverse Everest team fly from Budapest to Kutaisi in Georgia. They plan to immediately travel on from the airport to get to Abkhazia as soon as possible. They only met the surprise member of the expedition on the plane, the Hungarian Boton Fabian, alias Botti, from Transylvania, who has organized his trip separately. Almost immediately, they find a taxi driver who's willing to take them as far as the Abkhaz border. Right now, nobody seems to care about what awaits there. The bridge over the river is a real no man's land. You are not allowed to cross by car, so people with a lot of luggage have to rent a cart. The possibility as such is promising. If you couldn't get across the Abkhaz border, there are probably no people on the bridge. As Georgia does not recognize the independence of Abkhazia, the team has to negotiate a complicated diplomatic maze at the border. Sikerült már a grúz határon a csodálatos papírjainknak köszönhetően átjutni, és most az Abkhaz hatóságok küzdködnek a dokumentumainkkal. Nagyon élvezetes a várakozás, mert 40 fok van és tűz a nap, mint az állat. Szöges óta kijavított, szétlőtt hídon állunk éppen. Látszik a háborúnak a pusztítása. Checkpoint here, scorching sun there. Nothing's too hard for a real caver. Itt a kötél a kezedbe. Húzzad, húzzad! Hát hiszem! The boys keep practicing the dreaded diving across water-flooded cave passages along a rope until they finally got across the border. If everything goes all right, they can join the international expedition of the Ukrainian Speleological Association the very next day. It looks as though they will have to wait for the bus to set out for Suchumi, the capital city of Abkhazia, but luckily, after some time, even the fuel arrives. Na, sikeresen átjöttünk a grúz-abász határon. Kellett várnunk egy pár órát, de hál' Istennek nem szívóztak velünk sokat. És éppen Szumumival tartunk, hogy átvegyük az abász vízunkat a követségen, és onnan megindulhatunk föl a hegyre. Hurrá! Nem? Jól látsz? Járunk szemüvegben? Minden három téve látok. So it was relatively simple to get to the border, which they finally could cross, despite the official rumors. But the bureaucracy is not over yet. Abkhazia officially belongs to Georgia, but is under strong, clearly visible Russian influence. Cars have Russian number plates, and instead of the Georgian alphabet, you can see Cyrillic letters everywhere. The currency is the Russian ruble. People speak Russian. As we could see, the border is guarded by armed troops, and you need a visa to enter the country. After the breakup of the Soviet Union, a conflict between Georgia and Abkhazia evolved. The Georgians living here fled from the city, and the population fell by 50%. That's why there are lots of abandoned houses and construction sites. Though Abkhazia functions as an independent country, only a few states recognize its sovereignty.
All this, of course, does not keep Russians from reoccupying the poshest beach of the former Soviet Union. Elmúlt, nem tudom, 80 órából maximum olyan 5-6-ot töltöttünk a lavással. Úgyhogy picikét ez most már kezdi éreztetni az eredményét. De tök sikeres volt a mai persze, nap. Persze, nagyon sikeres volt. Hát jutottunk a határon, megvan a vízumunk, eljutottunk Csandisbe, és holnap 10-kor megyünk fel a helyre, úgyhogy éppen itt az ideje, hogy egy kicsikét, egy 8 órás pihentető lavással rá készüljünk el az óriási. Getting from Suhumi to Tsandrips in the northern part of Abkhazia was child's play. From there, the base camp can be reached by truck and then on foot. Gyerekek, ezzel fogunk menni, a szovjet ipar remek terméke, GAZ 66 típusú összkerekes terepjáró gépkocsi. Igazából semmi másra nem találták ki ezt a szovjet hadseregben, arra, hogy a reptér és a repülőgép között elvigye a katonákat. Ennyi, erre gyártottak egy külön teherautót, ez a GAZ 66. They get higher and higher. Itt vagyunk, Petyám, itt vagyunk. The scenery keeps changing all the time. The truck can go up to 2,000 meters. From here, the next 200 meters above sea level has to be overcome on foot to get to the base camp. Idáig hozott minket a kamion. Innen megyünk föl, oda a hegycsúcsra. Ott a völgyök közötti utáni hegycsúcsra. Körülbelül egy óra séta egy irányba. De annyi cuccunk van, hogy kétszer kell fordulni. Nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Szerintem le sem fogom venni reggeli bebegeket. Na most mi ugye itt a Yuri Kassian vendégei vagyunk. Tehát mi tényleg csak ide jövünk, egy nyáron, augusztusban 3 hétre. És ugyanakkor a Yuri Kassianék, ők pedig 1999 óta kutatják a barlangot. Nincsen olyan túlságosan sok jogunk ahhoz, hogy magyarok idejövünk egy mondjuk 20 éve futó projektbe, és igazából mit csináljuk meg a dokumentációt, nem pedig az ukránok, vagy nem az oroszok. Almost anyone can join the international effort if they can add something to the research. Coordinating several dozen cavers is not a simple task. On top of all that, there's now a group of photographers whom Yuri Kassian does not yet know, who will move slower than the others, but he still has to fit them into the schedule. Hungarian video, guys. Úgyhogy nem volt egyértelmű, hogy mi lesz a reakció. Yuri! Yeah! You are the night! Voronya! De szerencsére nagyon pozitívan állt hozzá az első pillanattól kezdve. Na akkor az a rogja! Egészségünkre! Majd még egy költi adunk szerintem. The base camp serving the explorers seems quite comfortable. Feeling cozy can inspire actions that would seem extreme, even at home.
Szerintem az arcomat 5-6 éve nem érte borotva a penge. Csak gép. De hát ez mégiscsak a Voronya. The entrance to the Voronya is only a few hundred meters from the camp. It's hard to believe that the seemingly insignificant crevice leads more than 2,000 meters deep. The Hungarian team takes a look at the cave as soon as possible. They try out the gear, and while they're there, they start taking pictures. It's relatively easy to spend a lot of time in the entrance shaft. Later, it will be a much harder job. They will have to brave water, cold, and total darkness for more than a week. Jó, menti akkor fölfelé nézel, nem azok. Mehet a tesz. 1, 2, 3. Ez nagyon jó kép lesz. In the evening, in the kitchen tent, the other members of the expedition can also have a look at the photos. Everything seems to have worked. The Hungarians can soon set out for the deepest passages of the Voronya. But before descending, they have to do their part of the surface chores. Each member of the international team helps satisfy the needs of the base camp. Gergő Ambrus and Attila Jäger are just gathering snow from a recess where there's no danger of melting, even in the August sun. They place the snow in the big black plastic foil container on the hillside. Here the snow melts in the sunshine and the resulting leachate supplies the whole camp with water. As the caves drain almost all water inside the mountains, there's no other way to get water on the plateau. But this way, sometimes even taking a shower is possible. Of course, there is some room for improvement regarding the cleanliness of the water. Használt mosogató lére emlékeztet. Úgyhogy, hát a zuhanyzásra, mosogatásra ez jó. És egyébként az ivóvíznek pedig itt van ez a szűrő. Egész nap csöpök benne. Ez egy mechanikai szűrő, és egészen szép tiszta víz lesz, úgyhogy ez az ivóvíz, ami kijön belőle. Ezt meg kell tölteni ezt a ballont fölötte, és akkor utána megy. Hát az itt is látszik, hogy a cső az tele van elég sok szennyeződéssel. The mountains are near the sea, so there's a lot of precipitation. Still, as we could see, there's little water on the plateau. Moths don't seem to care. Hovering like hummingbirds, they find sufficient food in the relatively dry plants as well. It's harder to cope for the herdsmen. Apart from a few ponds, only patches of snow and sinkholes signal the presence of water. But how does such a huge amount of precipitation disappear? Rain and melting waters don't flow down the mountain on the surface. Widening the rock's crevices, they create huge caves inside the mountains. These lead the water right into the sea. What's more, springs have been found even at a depth of 400 meters, with water originating from the Caucasus. Tourists vacationing on the beach are not really interested in the caves. But the springs are different. One of the spills is visited by several tourist ships every day, and visitors seem to be absolutely fascinated by the icy water. All this has its due cause. The Ripruhr, at just 27 meters, is one of the world's shortest rivers. Nevertheless, it takes the waters of one of the deepest caves in the world into the sea. Thank you.
the water surface, an interesting phenomenon can be observed. On the bottom of the sea, tiny bubbling springs show that the hydrological systems of the caves do not end at the springs on the shore. The mingling of fresh and salty water makes the sea look hazy. The tourists who spend their well-earned annual vacation here don't have the faintest idea that not far away, on the top of the mountain, a handful of people are busy exploring the deepest caves in the world. The herdsman's hut beneath the base camp is an important convenience for the expedition. As the truck can climb up this far, the cavers only have to come down here to pick up the provisions they've ordered well in advance. This year's expedition is very special. The Hungarians are working, among others, with people from Russia and Ukraine, America and Iran, as well as Lebanon and Israel. Не выставлять флаги своих стран. То есть было объявлено территория вне политики, и мы все, нас здесь объединяет только спелеология. Потому что у нас есть какие-то страны, которые находятся сейчас в конфликтах, и чтобы этого не происходило, каких-то разговоров, каких-то там конфликтов среди людей, мы просто все, я попросил, и ребята все это поняли. И мы все одинаковые, мы просто сейчас жители планеты Земля, мы все едины, и только нас разъединяет несколько языков, хотя уже к концу экспедиции появился практически интернациональный язык, в общем-то, ну, мне очень нравится, что приезжают люди из разных стран, это приятно общаться, знакомиться и работать вместе. Nevertheless, there are a few things worth clarifying in advance. The Russian-American mime game, for example, ought to demonstrate what techniques are used by which nation to move around in the caves. No. The most effective melting pot of nations is, of course, the saucepan. Everybody is equal and equally hungry, so there is a tremendous need for cooperation. This dish that can be identified as an omelette is prepared with American, Iranian and Hungarian cooperation. Above 2,000 meters, among the mountains of a country that doesn't really exist at all. Of course, fusion cuisine sometimes produces strange things too. But the composition of camp dishes can probably be explained better by the general dietary culture of cavers than the irreconcilable differences between nations. Yet, if we don't like something, the guy sitting next to us will most probably love it. Mézes lekváros kenyérrel ette a kukacos szalonnát. Mi volt? A tésztán milyen szósz volt? Az pesto volt. Rizs, kolbász, szalámi, sajti, egyves. Ez tök jó a hat. Kása, húskonzerv, ketchup, majonéz. Chili pepper, snickers, mushrooms, garlic and oil. Hú, ez jól lett, ezt ki csinálta? Te csináltad, Atef? Hát, egy emlékezetes vacsora volt, ez biztos. Van még? The main characteristic of well-organized logistics is that nobody is ever left hungry. The small cave near the camp serves as a fridge room. This is where cavers collect the most valuable rations before the descent. You say klobasa? Klobasa. Okay, you say two. Azt látni kell, hogy itt baromi sok meló van benne abban a barlangban. Tehát, ha megnézed, hogy tényleg
gyakorlatilag 20 éve minden évben mondjuk 2 hónapot egy 30-40 ember itt dolgozik. Hát én nem is tudom, hogy hány munkaóra, de hát szerintem az ilyen 100 000-es nagyságrendű munkaóra van benne. Szóval, és ugye most az, hogy most ki vannak építve a bivakok, hogy ki van tágítva, be vannak szerelve a kötelek, stb. Tehát most tényleg csak annyi a dolgod, hogy ide jössz és lemész. Non-perishable food is awaiting its turn in the yellow storage tent. It's advisable to thoroughly plan what you take under the surface. Each extra kilogram causes severe pain, and the Hungarians are already overloaded with their photographic equipment. Some last touches to the most important tools, and the boys are ready to go. Tunics, perc. Jobb, mint a Schaffhausen. Both getting on and moving the equipment requires teamwork. Hauling the special caving bags makes moving forward significantly more difficult. That's why cavers always consider their every move on an expedition, so that even after several days they have sufficient energy left for unexpected situations. The kit bags must fit through every space where a person can pass. Before the way to go further was found in the higher passages of the Voronya, the cave functioned as a training ground for the youngest explorers, so it was called the Children's Cave for a while. This also had a practical reason. Only the smallest could fit through the narrow gap that has since been widened. Cavers descend the deep shafts with the help of fixed ropes. The seemingly simple method requires a lot of concentration. Most caving accidents happen during descent, partly because at that point the caver is connected to the rope with only one device most of the time. As the team gets further down, the cave gets wetter and wetter. It's more difficult to move forward on the slippery rocks, and sometimes you can't hear each other because of the roaring waterfalls. The effect of the cold water, just 2 degrees, on your physiology is not favorable either. During trips that last several days, cavers spend the nights in so-called bivouacs. Minus 700, bivak, hello! Itt vagyunk lent a minus 700-as bivakon, egy gyönyörű napot töltöttünk el. Kicsit nedvesek voltak a körülmények, kicsikét hideg, kicsit szűk, kicsit vizes. Lejöttünk. Underground camping is of course not about carefree relaxing. Na és akkor aki először fölkel, akkor az kimegy, akkor először vizet pumpál, mert nem nagyon jók az ivóvizek lett, úgyhogy biztonság kedvéért azért megszűrtük a vizeket mindig. Akkor begyújtod a benzinfőzőt, akkor teját csinálsz, akkor kávét csinálsz, akkor utána főzöl egyet, akkor utána kirugdálod az embereket a hálózsákban, akkor visszafekszenek a hálózsákban. Tehát igazából egy ilyen reggeli elindulás az egy ilyen 4-5 órás procedúra. Szóval nagyon-nagyon lassú. 4-5 óra elmegy azzal, hogy elindulsz, akkor utána egy olyan 6-7-8 órát mozogsz a barlangban, és akkor megérkezel a következő bivakba, akkor megint egy ilyen 4-5 órás procedúra. Na most ez csak az, hogy akkor haladsz. Hadd ez akkor fölfelé villancsál, jó? On top of all that, the Hungarian expedition is about making professional pictures for the first time, so participants spend several hours a day taking photos. This is even more stressful than just moving on. A maga a barlangi fotózás az arról szól, hogy ott vagy egy tök sötét térben, és te döntöd el, hogy hol lesz fény, hol nem lesz fény, milyen effekt lesz benne, mi nem lesz benne. Hát hogyha egy ilyen
nagyon szépen kicsiszolt felvételt akarsz, akkor mondjuk egy kép egy óra. Of course, the circumstances under which you have to spend that hour mean a lot. The model has to struggle quite a bit for the most advantageous angle. But Botond Fabian is not one to be scared off by taking a bit of a shower. Hát még akkor is, hogyha mondjuk egy fél órát kell egy helyben lenni, szétfasz. De a csapat becsületére legyen mondva, hogy azért mindenki állt a sarat, meg a vizet. A víz az van azért. Legyen. Jó volt. Csak valahogy jobban elfáradtam most, mint tegnap a 700-ra le. Igen. Az a helyzet, hogy ez a szivacs betét, ez jobban szívja magába a vizet, mint hogyha egy mosogató szivacs lenne. Mi lesz a menü, Boti? Finomság. Most itt 1400 méter mélyen valami B-opciós mentőötletet kell kitalálni, és a táborban levő polifomokból ezt meg is tudjuk oldani. Kilenc nap alatt egyszer se ebédeltünk. Volt egy nagyon tömény reggeli, és egy nagyon tömény vacsora. Főszerepben a zsír. The cuisine of the bivouacs reminds us of what we've seen in the base camp. Leves, céklaporral, a másodiknak krumpli püré, és akkor mellé pirítunk sonkát, szalonnát, kolbászt, fokhagyma szeleteket, és akkor utána a harmadik fogásnak meg majd lehet halvá tenni, csokoládé. Én somány ember vagyok. Nekem ennem kell ahhoz, hogy a szervezetem dolgozni tudjon. Ha éhes leszek, morcos leszek, de viszont az ilyen vacsorákon ezeket bőven lehetett pótolni. Egy vizes neoprénzófim, akkor leveszem. The boys reached the bivouac at 1400 meters without problems. But the difficult parts are yet to come. Innen körülbelül egy olyan 50 méterre van a vízesés, de nem hallatszik ide. Annak az aljából meg nyílik majd az a bizonyos szifon, ahol nagy levegővel mindenkinek át kell merülnie. Üdögetek hoztam. Köszönöm. Today the boys have to swim through a so-called sump, a passage entirely underwater. In the cold water, diving suits are crucial equipment. Itt állunk a Krubera-Voronya barlang 1450 méteres mélységében a szifon előtt. Egy nagy levegő és a túloldalt vagyunk. Kedves Attila, tudnál esetleg pár mondatot szólni a hölgyrajunoknak és a követőknek? Ők is majd így merüljenek az én lelkembe, hogy én. Most ebbe a vízbe. A szifonokba hiába tudjuk azt, hogy milyen hosszú, milyen mély, akkor is az ember azt látja, hogy megy egy sziklaüreg lefelé, tele vízzel, bele kell bújni egy sötét vízelteli lyukba. Lehet, hogy tudjuk, hogy 3 méter, de nem hisszük el. Fábián Botond, ön hogy éli meg ezt a pillanatot? Alig várom, hogy bevizeztessem a seggem. Sorra kerültem, hogy én is átúszok a szifonon, addigra már nagyon sok beget kellett beletolni a szifonba, ez idő alatt végig derékig álltam a vízbe, és a kezeim, ujjaim lefagytak teljes mértékben. És akkor utána még meg kellett merülni, ami még jobban kihűtött. Jó van, buli!
és hát utána kockára fagyva kell ezt folytatni az utunkat tovább. Alig vártam már, hogy jöjjön valami nehéz kúszás, mászás, hogy visszamelegedjek, de nem, utána csak ereszkedések jöttek, amik kevesebb mozgással jár. Fázós volt nagyon. Though the days seem to pass monotonously, the boys get nearer and nearer to their destination. On the fifth day, the moment comes that they've been waiting for months. They're only one descent away from the deepest point of the cave that can be reached without scuba gear. Elértük a világ legmélyebb szárazon járató barlangi végpontját, a Game Over termet. Fábián Botond elérte a 2800 méteres mélységet. Kedves Botond, milyen érzéssel tölt el ezt téged? Nagyon jó érzéssel, de arra fázom, kocka arra fagytam, most már a vendég. És partszakaszon állunk itt mind a hatan, de ez nem gátol meg minket, bele fogunk ereszkedni a vízbe, és ott fogunk fényképet csinálni együttesről. Such moments of success cannot be overshadowed even by the fact that the harder part of the trip is yet to come. Az expedíció elérte 50%-os sikerét. Igen, csak ki kell lenni a barlangból. De a felvételek megvannak, hogyha a memóriakártyát kiküldjük, akkor már jók vagyunk. Valaki majd kiviszi. Még interjút szeretnél? Ennél mélyen, mert interjút már nem lehet adni természetes üregben. Itt vagyunk 2080 méter mélyen, a világ legmélyebb barlangjában, a Voronyában. Semmi extra. Megyünk. És... akkor még boldogabb leszek, amikor visszaérünk a bivakba, főzünk egy meleg levest, teát. Kár, hogy már nincsen protein. Nagyon jó, csináljuk már. Menjük el. So the more difficult part of the journey starts. They have to return from a depth of 2 kilometers. So far away from the surface, the slightest mistake or nausea can have fatal consequences. Este 7-kor indultunk vissza a Game Overből visszafele, és nekem odáig tartott a lendület. Beszélni nem bírtam, úgy remegtem, hány ingerem volt és fáztam. Elindultunk fölfel a kötélen. Jöhetsz, Peti! Így az első 10 méteren éreztem, hogy így, mintha nem mozdulnék. Hát mintha egy helyben lépegettem volna. És 300 méter bőven szintkülönbséggel hátra volt. Ott volt tényleg az a pillanat, amikor megfordult a fejembe az, hogy nem biztos, hogy ki tudok jönni. Each bivouac has a phone connection to the base camp. For the time being, Gerge is only giving a short report. From this depth, an eventual rescue operation would take several weeks anyway. Leon. Okay, I understand. Good night. Petty is not getting better yet, but he tries to carry on. Akármennyire rázott a hideg, 1 liter ilyen 3 fokos vizet magamban nyomtam, és beájultam a hálózsákba. Reggel arra keltem, hogy érdatlanul gyomorgörcsöm van, épp hogy kiértem az illemhelyének kinevezett dombocskára. 1200-ról mínusz 700 méteres mélységre
Nem tudom hány óra alatt mentünk föl, de ott is azt éreztem, hogy teljesen kifulladásig megyek, fáradt vagyok, izomgyengesség, nagyon rosszul éreztem magam. És a 700-as bivakban meg sikerült egy tök jót aludni, és már étvágyam is volt, és egy tányér rizst meg tudtam enni. És ez pont annyi energiát adott, hogy meg tudtam indulni. Finally, on day 9, dawn light appears at the end of the tunnel. They only have to climb out of the entrance shaft. És egyszer csak felértem a felszínre, és ránéztem az órámra, és tényleg teljes időként, ilyen reggel 6-kor álltunk a napkeltében, és elmondhattuk azt, hogy igen, megcsináltuk. Na mi van? Sok ilyet. So the inverse Everest expedition was a success. Despite every hindrance, the boys got to Abkhazia and joined the international expedition with perhaps the world's strangest combination of participants. They managed to take photos of the deepest cave in the world. The value of this accomplishment is not diminished by the fact that after this expedition, Russian cavers reached 2,212 meters deep in a neighboring valley in the Veryovkina cave. Only a 16-meter difference, but just enough to steal the title. After everyone had climbed safely out of the cave, Yuri Kasyan untied the rope from the first shaft, with no inkling that next year another cave will be the deepest in the world. Nevertheless, he has always known that in caving there is no eternal glory, only eternal hard work. Ну, в общем-то, я думаю, что какое-то время она будет самой глубокой, но какое-то время. Дело в том, что идет развитие спелеологических техник, и расширяется география спелеологических исследований, и есть массивы, разные массивы, в той же, например, Мексике, там, в общем-то, Папуа-Новая Гвинея, где, возможно, теоретически есть потенциал, ну, даже вот соседняя плато Бзыбь, там, в общем-то, потенциал достаточно приличный, в общем-то, и могут быть пещеры глубже. Но мы тоже, в общем-то, не стоим на месте, работаем в пещере Берчильская, и уже думаем о будущем, когда другие пещеры могут приблизиться к нам. То есть мы, в общем-то, держим ухо востро, скажем так. This year's expedition is over. Nobody knows what the future brings. In 10 years' time, yet another cave might boast the title of the world's deepest. Конец экспедиции. Финиш. Caving is often compared to mountaineering, but there is a significant difference between the two. While the highest mountains are known exactly, with caves you can never tell when somebody will get deeper. As it was put in the kitchen tent, you should lower your expectations.